Ami a terápiás kutyáknak a fő tudománya az, hogy mindenkinek szót fogadnak, mindenkivel elmennek sétálni. Ugye nem úgy, mint egy rendőr kutya mondjuk, aki szintén segítő kutya, de ő csak a gazdájával dolgozik, vagy egy vakvezető kutya, ugye ő is csak a gazdájának fogad szót, de ő neki pont, hogy mindenkit elfogadnak, szeretnek, majd látjátok is, jó? Akinek van otthon háziállata, pontosan tudja, hogy a kötődés, a tanítgatás, a közösen eltöltött idő mennyire jó móka. Hogyan tudja szorosabbá tenni a kapcsolatot, mennyi mindent ad mind a két fél számára. A terápiás kutyák toleranciája pedig kimagasló. Igaz, egy kis simogatásért bármire képesek. Minden évben olyan április környékén elkezdünk ötletelni a családsegítőkkel és különféle segítőkkel, hogy abban az évben mégis mit lehetne a gyerekek elé vinni. És többen ismertük már a Csigabiga alapítványt előző munkahelyekről vagy személyes tapasztalat alapján, és mivel ez még nem volt, én úgy tudom, hogy soha nem volt még egy ilyen program, úgy gondoltuk, hogy akkor Csigabiga alapítványt így behozzuk ebbe a nyári programokba, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, mert nagyon élvezik a gyerekek. Ha állat van, akkor nyugalom van? Igen, meg ha víz. Tehát állat és a víz, akkor nagyon, nagyon jól el vannak a gyerekek. A táborban igazság szerint általános iskolás gyerekeket, tehát körülbelül 7-8 éves kortól egészen akár 16-7 éves korig jöhetnek nem csak rászoruló gyerekek, hanem gyerekek, tehát hogy bárki jöhet, bárki jelentkezhet. Kicserélődött ebben az évben az előző évekhez képest a gyerektábor. Elég hullámzó, általában azért vagyunk egy 10-15-en, de volt olyan foglalkozásunk, hogy 25-en is voltunk. Nagyon élvezik általában ezeket a gyerekek, és egyre elterjedtebb, én úgy látom. Nem csak a rászoruló gyerekeknek a körében, hanem minden gyermek körében az, hogy vannak ilyen nyári programjaink. Szerintem nagyon jó hatással van rájuk a kutya jelenléte, meg a közvetlen szeretet, ami belőlük árad, és egész máshogy viszonyulnak sokan, akik előtte tartottak mondjuk bármilyen állattól, utána bátrabbak. Bíznak bennük. Én gyógypedagógusként dolgozom, speciális iskolában, és ott súlyos halmozott fogyatékos kerekesszékesekkel dolgozunk, heti rendszerességgel, úgyhogy ők ahhoz is hozzá vannak szokva, de évgyerekekhez óvodába, iskolába is járunk, idős otthonba, táborokba, így nyáron, úgyhogy körülbelül ennyi. Meg játszóházakat tartunk. Látszólag nincs sok különbség az agility, azaz a kutyás terep bemutatók és a terápiás játékok között. De a látszatcsal. Az agilitivel ugye a saját gazdával dolgozik, másik idegen ember jelenléte nélkül, és ott igazából versenyre megy az egész, és betanult feladatokon, betanult pályán mennek végig, és általában, hogy pontosan a feladat betartás, és minél gyorsabban kell teljesíteni. Itt pedig rengeteg a gyerek, most idegen velük például először találkoztunk, őket nem zavarja ez se, hozzá vannak szokva, és mindenkivel dolgoznak, kell a felvezető, ugye, aki irányítja, de én, akinek odaadom a pórázt, azzal megy egyedül is, úgyhogy nem vagyok feltétlenül minden feladatba szükséges. Az alap az egy év, akkor mehet először vizsgázni, de azért általában több idő. Nálunk a Szotyi nagyon ügyes volt, egy éves volt és két hetes, mikor levizsgázott az első körben. Dió most már elmúlt 2, de ő kicsit idétlenebb típus, ugra-bugra, úgyhogy ő most ősszel készül a vizsgájára. De általában ilyen 2-3 év szokott lenni. Ha Dió ugrik, akkor mindenki ugrik egy nagyot, jó? Megmutatjuk, hogy nem. Forogsz, úgy. Akkor ül. Nem. Megfekszik, jó? Ezek lesznek a feladatok. Jó, lefeküdtük, lehettek a pocakotokra, meg úgy is, hogy legugoltok, és csak a kezetek megy előre, jó? Dió és Szotyi elkápráztatta, és elszórakoztatta a gyerekeket. Olyan feladatok végrehajtására is rávette őket, amelyeket maguktól egészen biztosan nem csináltak volna meg, mert hogy valószínűleg cikinek tartották volna ennyi időskorban. Pedig ez csak játék. És ha ezt egy kutyával közösen lehet csinálni, akkor már egészen más a helyzet.